Ja, bemutatom nektek a kollégáimat, akik kiszorultak a teremből. Ferit, Cinki Ferit, Szabó Orsit. Ahogy Andris is mondta, az a feladatotok, hogy úgy dolgozzátok fel a kiállítást, hogy kaptok egy ilyen vezetőt, mondjuk most ez egy hírszerkesztőség, és mi vagyunk a főszerkesztőitek, és megkapjátok a mai napra az anyagot. Ezen rajta van, hogy hova, mi a feladatotok, hova kell kimennetek, milyen témákat kell feldolgoznotok, tehát cáfolni vagy bebizonyítani, hogy milyen dolgoknak kell utána járni. Minden rajta van ezeken a papírokon. És mutatok egyet. A hátulján mindegyiknek találtok egy adásmenetet. Be van táblázva, ez talán segítségetekre van. Az előző csoportnál volt, aki tudta használni, volt, aki nem. Kitaláljátok, hogy hogy veszitek fel az anyagot, tehát milyen képeket, milyen szöveget, milyen jeleneteket szeretnétek viszont látni a híradon, és akkor ezt itt beírjátok ugyanis. Minden csoportban kell, hogy legyen egy vágó, azt majd beszéljétek meg, tehát a 8 ember közül egynek vágnia kell a képeket, tehát a felesleget kiszanálni. Kell egy operatőr, aki felveszi azt, amit a többiek mondanak neki. Az összes többi a csoporton belül, a riporter, a szerkesztő, és mi volt még a rendező, és persze interjú alany, ez felváltva lehet. Neked igazából nem is nagyon kell mondanom. Az a lényeg, kamerát kell használni. A kamerát úgy tudjátok elérni, hogy van egy kamera, akik van itt a bal oldalon. Arra rákattintotok, megjelenik a menü, illetve a maga a kamera ablak, és a piros gomb segítségével elindítjátok a felvételt.